Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Olyan témát érintünk, ami nagyon fontos, azaz a hangokkal fogunk foglalkozni. Természetesen mindenki azt be tudja állítani kis csúszkával, hogy hangosabb vagy halkabb legyen valami, amit éppen lejátszik, illetve mindenki fel tud venni egy hangot. Egy picit ezt árnyalni fogjuk. Első körben, az első blokkban olyasmivel fogunk foglalkozni, amit mindenki ismer, a hangerő szabályzó eszközzel, a Pulse Audionak a hangerő szabályzó beállító, letiltó, kimeneteket, egyebeket beállító eszközével fogunk foglalkozni, grafikus. A második részben egy olyan dolgot szeretnék bemutatni, ami ennek a testvére. Egy olyan szűrőrendszert, amit te mondjuk a mikrofonod közé és a felvevő eszközöt, nálam jelen pillanatban az OBS közé be tudsz tenni, nem fizikai, hanem szoftveres eszközt, megszűri a mikrofon hangját, minőségbe adja át az OBS stúdiónak, így utómunkára nem lesz szükséged. Ugyanez az eszköz alkalmatos arra, hogy amikor te lejátszol valamit, akkor ő beékelődik a bejátszó programhoz, és ott egy külön panelba természetesen be tudod állítani azokat az eszközöket, azokat a szűrőket, amit szeretnél éppen alkalmazni, hogy jó minőségű hang jöjjön ki a hangszórodból. Ez nagyon jó dolog. Miért? Mert nem az OBS stúdióban, és nem a mondjuk SM Player lejátszóban állítasz egy viszonylag, hát van, ahol bővebb, van, ahol kevesebb, de viszonylag kevés lehetőségek közül valamit. A legtöbb audio lejátszóban van equalizer, meg hát tudod a csúszkát állítani, hogy hangosabb vagy halkabb legyen. Be tudsz állítani egy hangerő erősítőt, egy szint erősítőt is, de valljuk be, hogy ennyi. Persze vannak professzionális lejátszók, amikben sokkal több szűrő, sokkal több effekt van, de az nem biztos, hogy a te kedvenced. Azaz jó lenne egy különálló eszköz, amit úgy hívjanak, hogy Pulse effekt, és azt beteszed a gépedbe, elindítod a programot, és ugyanúgy, mint a régi nagy hangmesterek, akik különböző csúszkákkal nagy pultok mellett állogatták azt a hangot, amit felvegyen a Magno, és utána jobb minőségű hangot tudtak lejátszani, azaz akármelyik, akár milyen minőségű felvevő programod van, lejátszó programod van, azt kikerülöd, és egy különálló szűrő eszközzel fogod beállítani a hang minőségét. Ez azért kényelmes, mert nem vagy kitéve annak, hogy abba a programba ki milyen minőségű szűrőeszközöket készített bele. A hangerőszabályozás természetesen a legegyszerűbb dolog, ezt mindenki ismeri, a kis ikonka ott van a panelodon, vagy akárhogy elindítod, ha pedig nem indul el, vagy nincs hozzá ikon, mert természetesen mondjuk egy csempéző ablakkezelőt használsz, akkor beírod, hogy PAVU Control, és elindul az a panel, amelyikről mindjárt beszélni fogok. Itt beállítod a hangok erejét, a kimenő, bemenő hangok erejét egy csúszkával, pofon egyszerű, megmutatom, vagy letiltasz valamit, vagy kiválasztod az eszközt. Azt hiszem, erről különösebben többet én nem fogok tudni senkinek mondani, be fogom mutatni, hát nézzük is meg, és el is indítom. Miután elindult, természetesen ezt a panelt mindenki ismeri, újdonságot nem tudok vele mutogatni, hiszen ismerjük, de az alapozáshoz ez nagyon kell, hiszen a későbbiek folyamán ebben is kell majd állogatni valamit. A beállításoknál egyértelműen vannak olyan lehetőségek, hogy a meglévő hangeszközöket, amit a gép, illetve a Pulse Audio felismert, azokat ki vagy bekapcsolt. Látható, hogy nekem van a videokártyán egy hangeszközöm, természetesen hát a videokártyán szokott ilyesmi lenni, azt kikapcsoltam, mert ahhoz nincs hang kimenet, se hang bemenet kötve, így természetesen nincs rá szükség, ki van kapcsolva, ne jelenjen meg később a listába. A mikrofonomnak is vannak különböző beállítási lehetőségei, kiválasztottam azt, illetve hagytam azt a lehetőséget, ami számomra kényelmes, itt állított be a profilját, illetve a
processzorba, alaplapba, így pontosabb, ott is van egy kis audio kódoló, lejátszó, egyéb kis eszköz, hát olyan hangkártyaszerűség, kinek jobb, kinek rosszabb, attól függ, milyen alaplapot vett. Ha lenne 5 darab hangkártya, meg 6 darab videókártya még a gépenben, ez a lista lényegesen hosszabb lenne. A beállításokat itt tudod megtenni, a bemeneti eszközök, azaz a mikrofonok beállítása is itt történik. Nekem pontosan egy darab mikrofon van aktiválva a gépemhez, amiben éppen beszélek. Ez egy külső, viszonylag olcsó, de jobb minőségű, relatív jobb minőségű mikrofon. Nem drága, félre ne értsetek, ez egy 15-20 ezer forintos mikrofon, ami az én igényeimnek teljesen megfelel. Azaz, természetesen ezt a lehetőséget is be tudom állítani, hogy a mikrofon, hát a mikrofon legyen. Itt már az alapbeállítással tudom mozgatni a hangerejét. Én ezt általában visszateszem 100%-ra, mert biztos, ami biztos, és nehogy nagyon elhalkuljon, vagy felerősödjön a hang, ezt érdemes beállítani úgy, hogy fogsz egy felvevő programot, amit te használni fogsz, és odáig mozgatod ezt a csuszkát, nem a felvevő programba a csuszkát, hanem ennél, hogy a pirosba ne menjen át a kis kijelző. Azt hiszem egyértelmű, de majd beteszek ide egy képet, be is tettem, és akkor meglátjátok, hogy melyik csuszkára gondoltam. A kimeneti eszköz, ezek között válogathatsz. A kimeneti eszközöknél hangszórónak a hang erejét beállíthatod, illetve a vonal kimenetnek a hangerejét itt is be tudod állítani. Van egy olyan lehetőséged, hogy ehhez egy látenciát tudsz hozzátenni. Ha nem tudod, hogy micsoda ez, nem kéne piszkálni, azért haladó beállítás. Illetve meg tudod adni azt, ami szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon kényelmes dolog, hogyha erre rákattintasz a jobb és a bal oldali hangszórónak az erejéből le tudsz venni, vagy hozzá tudsz adni. Nyilvánvalóan a stereo elf szerint ezt mi nem fogjuk piszkálgatni, ha nem tudjuk, hogy micsoda ez. A felvételnél természetesen, hogyha megy egy felvétel, ha nem megy, akkor itt nem fog megjelenni. Itt az OBS stúdióhoz hozzá van rendelve a mikrofon bemenet. Ha én erre most én rákattintanék, meg tudnám változtatni a bemenetnek a típusát, azaz kiválaszthatnám azt, hogy melyik bemenetet vegye fel az OBS stúdió. Tehát nem csak a programba, az OBS stúdióba tudom meghatározni, hogy melyik bemenetet használja, hanem jelen pillanatban a mikrofon bemenetet, amivel beszélek, meghatároztam, hogy ez az itt tudsz állogatni. Azaz, hogyha van egy felvevő programod, ez az egyszerűsített verziója a dolognak, és te beszélsz a mikrofonba, és a mikrofon világítésbe is van dugva, és nincs hang, mármint nem vesz fel hangot, nem mozog az a kicsike kis csuszka ott, ami jelzi számodra, hogy milyen erejű hang, akkor mit csinálsz? Első körben megnézed azt, hogy itt mozog-e, és hogyha nem mozog, akkor választasz egy másik bemenő eszközt, tehát végig zongorázod. Nyilvánvalóan az az ideális, amikor már első körben tudod, hogy a mikrofonodnak az a neve, hogy gómik, kompakt, akármi vagy, szám vagy egyéb, az az ideális, de hogyha nincs hangod, mármint nem tudsz hangot felvenni, akkor éppen szépen végig zongorázod, hogy melyik az, amelyiknél éppen elindul a felvétel, és már elérkezik a jel. Nyilvánvalóan egyértelműen erre kell nagyon-nagyon figyelni, a másik is ugyanez, ami le van némítva, hogy bizony ne tudja felvenni a gép hangját jelen pillanatban. A lejátszásnál is ugyanezt a gondolatot kell megtenni, hogyha elindítasz egy zeneszámot, és hát biztos vagy benne, hogy ez a program, amivel elindítottad, működik, vagy az a film be van egyáltalán hangsáv, tehát beszélnek, akkor nincs hang. Nincs hang a hangszórodba, akkor mit kell csinálni? Első körben megnézed, hogy be van-e dugva. Kettő, megnézed, hogy be van-e kapcsolva. És utána, ha nincs neki hangja, akkor nyilvánvalóan az adott jelen pillanatban az OBS monitor akármi, az úgy érzékeli, az van beállítva, nyilván le van húzva most a hangnak az ereje, hogy ne beszéljen a mikrofonom, na lényeg az, hogy rákattintasz és kiválasztod azt a
eszközt, amelyiket akarod. Ha több van, akkor végig zongorázod. Az egyiknél csak meg fog szólalni. Erre nagyon figyelj. Nem biztos az, hogy ez a legegyszerűbb módszer, hogy te itten hát végig zongorázod. Az lenne az ideális, hogyha mindenki meg tudná mondani, hogy a lejátszásnál az ABC eszköze közül melyiknek mi a pontos neve, és annak hol van a dugaszolója. Nyilvánvalóan oda van-e bedugva a hangfal, de hogyha éppen hát nincs ilyen ismereted, akkor végig zongorázod. Én nálam valami oknál fogva, amióta árcsot használok, az árcsrendszer úgy gondolja alapbeállításban, hogy a videokártya hangkimenete az, amin ő neki hangot kéne kiküldeni a Pulse Audioval, és nyilvánvalóan nem szól. Nem szól, hanem nálam vagy a mikrofonhoz, vagy pedig a alaplapon lévő hangkészítő eszközhöz van ez rendelve, már oda van bedugva a hangszórom, és az fog működni. Oké, ennyi. Tehát ki tudod választani, be tudod állítani, vagy le tudod tiltani. Nyilvánvalóan, hogyha leszeretnéd tiltani az adott eszközt, hát én általában azt szoktam csinálni, hogy hát letiltsak egy eszköznek a hangját, hogy lehúzom nullára, aztán nagy boldogan kiabálhat, de senki nem hallja. Itt is rá tudsz kattintani, hogy a hang némítása, illetve vissza tudod kapcsolni. Ezt is érdemes megcsinálni, megnézni abban a pillanatban, hogyha a hangszóród nem szól, mert előfordul, hogy a nagy kattogtatásban valamit lenyomtál. A másik gondolat természetesen az, hogy itt is a jobb és a bal oldalt tudod szabályozni, és a hangerőt be tudod állítani az adott programhoz. Az adott programhoz, hiszen itt gyakorlatilag egy-egy programhoz állítjuk a hangerőt, azaz, hogyha megy 3-4-5 program, 3-4-5 darab ilyen felsoroláson, és mindegyiknek a hangerejét be tudod állítani. Nagyon egyszerű, hogyha megy egy YouTube videó, és csak a képet akarod nézni, és megy egy filmlejátszás, oktatóanyagról beszélünk mondjuk, és akkor az egyiknek lehúzod a hangját, a másikét hallod, és nincs az, hogy 2-3-4-5 program megy, lejátszás megy, és mindegyikbe beszél, és akkor egy katyvasz van, egy érthetetlen beszéd van, azaz le tudsz játszani 5 darab filmet mondjuk egymás mellett, ha annak a 4-nek, az 5-ből 4-nek lehúzod a hangját, és az 5-ét hallgatod, a többin meg megy a kép. Mondjuk, hogyha híradót nézel, több híradó képet is tudsz nézni, és egynek a hangját hallgatni. Hát ennyi, túl is beszéltem, mindenki ismeri ezt a kis eszközt. Én azt mondom, hogy egyszer átnézi az ember, és utána már professzionálisan tudja a csúszkákat tologatni. Na hát, de nem ennyi. Hogyha majd mi feltesszük a Pulse effektet, akkor itt megváltozik egy kicsit a képe, és a lehetőségeink kibővülnek, nem csak annyit tudsz megtenni, hogy ide-oda húzkodod a mikrofonnak a erejét, halkabb, hangosabb legyen, mert senki nem hallja a hangodat, jól felhúzod, aztán üvöltözni tudsz, vagy a filmlejátszásnál halkabb vagy hangosabb legyen, hanem ezt a hangot szűrni is tudjuk, és finoman be tudjuk állítani a dolgokat. Tehát ehhez természetesen első lépésbe a Pulse effektet kell feltenni. Ha elindítja az ember a Pulse effektet, akkor megváltozik az előbb látott panelnak a beállító felülete is, hozzákerülnek különböző audio eszközök, amiket be kell állítani. Ha például én elindítottam a Chromiumban egy videómnak a hangját, és nem szólt a hangszóró, ilyenkor mit kell csinálni? Be van-e dugva, be van-e kapcsolva, és megnézzük a bemenő jelet, ami a Chromium ad, az megfelelő helyre van-e kiküldve, és esetlegesen ezek közül kiválasztod azt, ami természetesen szól. A következő gondolat az, hogy a Pulse effektnél az eszközöket be is kell majd állogatni, és nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy normálisan és jól működjön a dolog. A beállításoknak a hangját majd akkor hallani fogjátok, amikor én azt elindítom. Most le van némítva természetesen a külső vonal bemenet, hogy nehogy ő fölbeszéljen az én beszédemre a régi videóm. Oké,
Tehát beállítani, be kell, egy picit játszani kell vele, nem nagy trükk, de időnként érdemes vele játszani, mert könnyedén előfordulhat az, hogy nem megfelelő forrásból várja, vagy nem megfelelő kimeneti eszközre fogja küldeni azokat a hangokat, amit te szeretnél használni, és szeretnél vele valamit csinálni. Azaz, hogyha valami nem működik, szépen átnézed a beállításokat. Alapból ő nem fogja tudni neked megmondani, vagy beállítani, hogy például melyik bemenet, vagy melyik kimenetet szeretnéd te használni. Egyértelmű. Ezt a beállítási panelt tegyük is félre, hiszen számunkra jelenleg ő igazából nem kell, hanem a másikat fogjuk használni. Önmagában a beállítás pofon egyszerű első lépés, és ezt ne felejtsétek el, mert ő nem fogja tudni, hogy te mit akarsz állítani. Ezen a panelon beállítod, jelen pillanatban a hangot szeretnénk, a hangszóró hangját megváltoztani, rákattintasz a hangszóró jelre, vagy ide, vagy ide, vagy ide, vagy egyéb helyekre lehet kattogtatni, de számunkra jelen pillanatban a hangszóró, a kimenő hangnak, amit te szeretnél élvezni, annak a minőségét lehet megváltoztatni. Ezzel arra figyelj, hogyha a Chromium-mal játszod le a videót például, akkor természetesen be legyen kapcsolva, jó? Tehát erre odafigyelj, ha pedig ki akarod kapcsolni, ki tudod kapcsolni, vagy el tudod némítani, ha éppen olyasmi van. Itt szépen látni, hogy milyen hang érkezik, hát igazából ez egy kicsit esztétikum, nem igazán sok mindent jelent nekünk. Azaz, első körben meg kell mondani, hogy hangszóró, és be legyen kapcsolva, és ne legyen lenémítve. Természetesen, hogyha itt szeretnéd a hangerőt változtatni, akkor a csúszkával meg tudod tenni, és egyértelműen hallani is fogod. Nézzük is meg, hogy hogyan tudom elhalkítani ebbe a hangot, a legegyszerűbb teendőt. Fogom, elhúzom. Hogy emberi nyelven legyen a kiírás, egy H betűt is. És hallani, hogy le tudtam halkítani. Visszateszem, ha véletlenül nem változik semmi, és tesztelés, kipróbálás alkalmával erre nagyon-nagyon figyelj, hogy próbáld ki így, biztos, ami biztos. A hangerőnek a változása az nagyon kényelmesen megerősíti, hogy valóban működik-e. Ha nem működik, fogod az előző panelt, és itt átállítod a pulze effekt, mindjárt mutatom, a Chromiumnak átállítod a bemenő jelét a pulze effektre, és akkor már szólni fog. Ezt ki kell tapasztalni, hogy melyik beállítás hogyan jó. Természetesen a pulze effektet szeretnéd használni, akkor hozzá kell rendelni a pulze effekt eszközhöz, meg hozzá rendeltem azt a bemenő csatornát, amin a Chromium szól. Tehát ezt szépen meg kell csinálni, nem egy agysebészet, nyilvánvalóan, hogyha hangerő csúszkával ezzel nem tudod változtatni a hangerőt, akkor vagy ki van kapcsolva, vagy itt van kikapcsolva, vagy nincs jó rendszerbe összerakva a jel sorozatot, hiszen a Chromium beszél, és meg kell neki mondani, hogy a gépnek, hogy hát bizony már ne a hangszóróra nyom ki a hangot, természetesen, hanem először gyömöszöld bele a pulze effektbe, ott csináljunk valamit, és utána ebből ki kell küldeni a hangszóróra. Ezt össze kell hozogatni, és nem nagy dolog. Amire rájöttem, hogy bizony itt be kell kapcsolni, meg be kell állítani, az fél perc volt, hiszen logikusan elgondoltuk. A másik, ami nagyon fontos, itt mit látunk? Rengeteg különféle beállítási lehetőséget. Én egyetlen egy olyan eszköznek a használatát mutatom meg, ami látványosan változtatja a hangot, a többit, például a gétet, autogént, vagy egyebet, azt meg kell nézni, hogy micsoda, és akkor kell bekapcsolni, és olyan sorrendbe összerakni, ahogy számodra az fontos. Oké, nézzük is meg, én kiválasztottam az equalizert, bekapcsoltam. Rákattintasz, az van bekapcsolva, és a sorrendet is, hiszen nem mindegy, hogy milyen sorrendben dolgozol fel egy adatfolyamot, azt is meg tudod változtatni. Én nyilvánvalóan, mivel az equalizert használom, én elfből
fölteszem a legelsőre, és akkor nem kell keresgélnem, hogy hol van, hát láthatóan így változtatod meg a különböző eszközöknek a sorrendjét. Oké, fölmentünk a legtetejére, nagyon szép, nagyon jó helyen van, be tudszám akár mennyit kapcsolni, és bármilyen sorrendbe összerakni, és rámegyünk equalizer. Az equalizer, hát azt mindenki ismeri, és hát bizony meg szeretnénk változtatni a hangszint, hát tologathatjuk ezeket a potméter szerűségeket, a bemenő meg a kimenő jeleket meg tudjuk változtatni, és vannak előre összerakott presetek, rákattintasz, és megváltozik a hangomnak a színe, ami a videóban, tehát a YouTube-ról lejátszott videómban van, rákattintok, megváltozik a színe. A szokásos módon, és hozzáteszem, szép színösszállítással beállítod a külcsíneket. Erről már volt szó, nem is ez a lényeg. Akkor nézzük meg, ablakkezelő hangolása szintén ugyanúgy megkapod, mint bármelyik XFCL-nél. Nézzük meg, hogy a beállításkezelő megvan-e, tehát a beállítás, ahol mindent egybe be tudsz állítani, megvan-e. Beállításkezelőt elindított természetesen az XFCL telepítések. Ha már eljutottál odáig, hogy a hangot teljesen szétvariáltad, és még a csúszkákat is tologattad, most nem hallod, hiszen az a sávot leállítottam, akkor a rezettel alapállapotba tudod hozni, lerezetteled. A másik, amire mindenképp érdemes nagyon figyelni, megint a blokk rendszerre szeretnék rámutatni. Van egy bemenő jel, a videóm hangja, ami a YouTube-ról szól. Ez bemegy ebbe az equalizerbe, és kimegy. Jelen esetben már rögtön a hangszóróra megy, hiszen egy darab feldolgozó egységet aktivizáltam, de hogyha több van, akkor a bemenő jel erősségét is tudod változtatni. Tehát az egyik doboz kiküld egy 100%-os jelet, te azt meg tudod erősíteni, le tudsz belőle venni. Amikor az a doboz, az a szűrő feldolgozza az adott hangot, ami ő neki a bemenő, ő kiküldi a másik felén kimenő jelként. Ennek a kimenő jelnek az erejét is a másik csúszkával tudod szabályozni. Azaz, hogyha véletlenül elhalkul a hang az egyik szűrő után, akkor a kimenő jelét meg tudod egy picit emelni, illetve a másiknak, hogyha van mögöttem még egy szűrő, a bemenő jel erősségét is meg tudod egy kicsit emelni. Arra azért figyeljetek, hogy nagyon halk hangot, nagyon szétbarmolt hangot hiába erősítesz, az nem lesz jó. Inkább mindig arra kell törekedni, hogy egy erőteljes hangforrás legyen, azaz, hogyha kell egy autogént előtétként oda betenni, hogy erőteljes legyen a hang, vagy hogyha te beszélsz, felveszed a hangot, az megfelelően erős legyen. Nem kell a piros sávba átmenni a potméternek, hanem megfelelő masszív erejű legyen az hang, mert halkítani, csökkenteni az erején mindig jobb minőséget ad, mint hogyha egy gyengébből erősebbet szeretnél csinálni. Azaz, hát bizony itt végtelen ideig lehet játszani a beállításokkal, és természetesen, hogyha szeretnél egy beállítást elmenteni, arra is van lehetőséged, rákattintasz, és hozzáadsz egy, hát akármilyen nevet, hozzáadod, és akkor az egész bemenő hosszú, jelen pillanatban pontosan egy darab szűrőt tartalmazó folyamat, egy névvel el lesz mentve, és vissza tudod tölteni. Nagyon-nagyon kényelmes dolog. Azaz, akármilyen minőségű hangot kapsz, Ocean Audio vagy Audio City nélkül is tudsz rajta javítani. Én elég sok hangos könyvet hallgatok, amatőr, profi, vagy esetleg színmű minőségűt, meg nagyon sok rádió adást felveszek, és annak a minősége nagyon eltérő. YouTube-on is vannak olyan urak, hölgyek, akik gyengéllátóknak, egyebeknek felolvasnak egy művet, hát bizony van eltérés hangerőbe, minőségbe, hangszínbe. Én ezekkel a potméterekkel,
jellemzően az equalizerrel és az autogénnel szoktam beállítani azt, hogy megfelelő erejű és megfelelő hangszínű legyen az, amit a hangszóromból hallok, és kényelmesen és jó minőségben fogom hallani azt a művet, amit én meg szeretnék hallgatni, annélkül, hogy az eredeti hangfájlhoz hozzá kéne nyúlni. Ráadásul nyilvánvalóan itt egy YouTube-os streamelt, vagy akármilyen hangforráshoz is hozzá tudsz nyúlni, erősíteni, akár limitálni az erejét, akár például az equalizerrel a hang színét, a hang minőségét, a hang hallhatóságát, azt tudod piszkálgatni, normalizálni tudod, vagy kompresszálni tudod, mindenki nézze meg, hogy melyik szűrő mit csinál, és akkor természetesen bármilyen forrásból egy élvezhető, jó minőségű cuccot fogsz kihozni, annélkül, hogy magához a hangfájhoz hozzá kellene nyúlni, és nem vagy kitéve minek, annak, hogy a hanglejátszó eszközön, vagy videó lejátszó eszközön, hiszen az egy képet és hangot játszik le, hogy abba beletettek-e egy equalizert, beletettek-e egy limitert, egy kompresszort, nem szoktak, az egyszerűbbekben nincs bent ez a lehetőség, de ezzel kikerüljük, hiszen a hangforrás és a hangszóron közé betettünk egy szűrősort, jelen pillanatban egy darab eszközt tartalmazó szűrősort, hogy olyan legyen, amilyen nekem kell. Nagyon szuper! No hát akkor nézzük is meg a másik oldalt, a hang rögzítésnek az előfeldolgozását ezzel a programmal. A hangfelvételnél nagyon fontos az, hogy tudjuk, rossz mikrofonnal nem fogunk jó minőségű hangot előállítani. Nyilvánvalóan a rossz mikrofon a pár száz forintos vacak mikrofon, ami igazából vacak. Legyünk őszinték, van egy bizonyos hardware igénye a minőségi hang előállításnak, a hosszú távú minőségű hang előállításnak, ezt érdemes tudni, de hogyha valakinek gyengébb mikrofonja van, vagy laptopban beszerelt mikrofonja van, és szeretne egy normálisabb hangot összehozni, annak is van lehetősége javítani rajta. Javítsunk rajta, ne roncsuk, tehát azért többször ki kell próbálni, amikről én beszélek, többször ki kell próbálni mindenféle szűrőbeállítást, és a cikk, amiket ajánlok a videó alatt, mind a kettőt olvassátok el, az egyik a hangszóró, a másik pedig a mikrofonos beállításhoz van, kis tippeket, trükköket adnak a fedórás gyerekek, az úr, aki ezt közzétette, lényeg számunkra olvassátok el, és játszatok a beállítással. Na, lényeg, ennyi felvezetés után. Természetesen itt, hogyha te szeretnél egy mikrofont beállítani, ugyanúgy meg tudod szűrni, mikrofonba bemegy a hang, ő csinál valamit, lesz digitális jel, ezt megszűrni, javítani tudjuk. Első lépésben érdemes mindenképp azt megtenni, hogy beállítod, hogy azért a pulze effekten keresztül menjen át a hang. Ezt nagyon egyszerűen meg tudod tenni, a felvétel eszközöket beállogatod, egy kis próbálkozás kell, hogyha még nem vagy profi, a harmadik beállításnál már mindig tudod, hogy mint hova kell állogatni. A beállítás után igazából már csak be kell állítani az effektusokat. Kettő darab olyan effektust érdemes használni, amire én kitérnék, a többit is kell, érdemes, és oda kell figyelni, hogy azokat megismerjük, de azok kevésbé lesznek jelen pillanatban, kezdeti időszakban hasznosak. Ezt én becsukom. És nézzük is meg, természetesen előbb a hangszóró, most a mikrofon jelre fogunk rábökni, megnézzük, hogy működik-e, és a következő dolog, bár általában alapbeállításként meg fog jelenni, bekapcsoljuk az OBS mikrofont. Tehát, hogyha ez nincs bekapcsolva, hogyha OBS-sel veszel föl, de másik programnál is ugyanúgy működik, ezt bekapcsoljuk, és akkor már működni fog, ki tudod próbálni, hogyha húzogatod a hangerő szabályzót, hogy a hangjelző, ami megjelenik az összes felvevő programba,
Például itt is bekarikáztam az OBS-ét, hogy lássátok, hogy miről is van szó, tehát ezt érdemes jelen pillanatban figyelni. Majd első lépésnek mindenféle tudás nélkül tegyétek meg azt, hogy a pulze effekt nélkül megnézitek a mikrofonotok bemenő jelét, azt a bemenő jelet, ami itt alul mozog a mikrofonnak a null értékét, azaz a totál csöndet. Ahogy látni, hát bizony nem nullánál a kijelző, a potméter, ami a környezeti hang, a géped zúgása, az, hogy nem stúdióba veszed föl, hát bizony ezzel nem tudunk segíteni. Nem tudod a gépedet teljesen csöndessé tenni, zúg minden, igazából van egy kis háttérzaj is, és nem mindenkinek telik egy csöndes szobára, egy stúdióra. Mit lehet ilyenkor tenni? A következő lépés, hogy bekapcsoljuk azt az eszközt, amit ingyenesen kapunk, tehát a Pulse Audio-nak az effekt részét bekapcsoljuk, de előtte a gate, a kapura rábökünk és bekapcsoljuk. Nem kell semmit állítani. Nem kell első körben semmit állítani. Alapértéken használjuk, és lássuk át, hogy ez egy olyan dolog, hogy az alsó, tehát a nagyon halk hangokat, amire te beállítod, amilyen erőteljes mértékig beállítod, azok alatti hangokat nem veszi fel, tehát kikapcsolja effektív a mikrofont, hogyha nagyon picik ezek a hangok. Ezzel az ajánlott cikkben vannak értékek, lehet kísérletezni, természetesen más egy nagyvárosi környezet, vagy mint nálam egy falusi környezet, és más beállítások lesznek azok, amik jók neked, lehet állogatni akármit, a küszöbértéket kell egyébként piszkálgatni, azaz bekapcsoltuk, és ebben a pillanatban bekapcsolom az OBS-nek, hogy megmagyarázom neki, hogy ezen keresztül menjen a hang, és utána megint befogom a számot, és megnézhetitek a nulla értéket, illetve a csend értékét egy kicsit megváltozott. Észrevettétek, hogy az alsó vonal teljesen lement nullára, azaz az a háttérzaj, hogy a gépemben van egy-két ventilátor, elég halkak, de azért van hangja, azért van egy környezeti zaj, és az éjjellet. Nézzétek meg az alsó vonalat, megint befogom a számot. Teljesen lement nullára. Ha ezt az értéket, megint visszamegyek ide, ha ezekkel az értékekkel játszadozol, ezzel, és megpróbálod úgy beállítani, hogy éppen a null érték csak nagyon picikét mozogjon, akkor egy tisztább, zajmentesebb hangot fogsz kapni. Én az alapértékekkel mutattam be, nem igazán szoktam ezzel játszani, simán levágja a zajt, bár a mikrofonban is van egy 10 decibeles, tehát a 10 decibel alatti zajnak a levágása, de maradjunk annyiba, professzionális, nem kell ide sok százezrát belekölteni abba, hogy ki hangszigetelt a szobádat, vagy ahol felveszed, ezzel meg tudod oldani. A másik, amit érdemes egy kicsit kísérletezni, de eléggé macerás munka ez, mert állítasz, felveszel hangot, és lejátszod, meghallgatod, állítasz, felveszed a hangot, lejátszod, az pedig az equalizer, amit a saját hangodat tudod egy picit szebbé, esetleg a mélyebbet kiemelni, magasabbat levenni, tehát eléggé szépen állogatható, de ez egy macerás, sokat kell ezen állogatni. Amit érdemes még bekapcsolni, de nagyjából ugyanilyen elgondolás mentén, a kompresszor. A kompresszornál igazából nem igazán kellene neked sok-sok mindent állogatni, alapbeállítása egy nagyon picit kellemesebb hangot fogsz kapni. Ezen kívül az ajánlott cikkekben azért több kisebb, nagyobb trükk, tipp van, amit érdemes kipróbálni, és a te saját helyzetedhez alkalmazni. Ilyenek vannak, hogy egy kicsit a pop filter, tehát a T, a P, meg a B betűknek a kiszűrését, az erős, kiugró jel erősséget, azt egy picit lejjebb tudod venni szoftveresen, azaz
Nem biztos, hogy egy popfilterre kell lesz költeni 5-10 ezer forintot, egy picit szoftveresen is tudod ezt javítani. Azaz, összefoglalnám. Van az egyszerű beállítási lehetőség, ami minden gépre általában telepítve van, ahol a hangerőt szabályzott, ki be tudod kapcsolgatni az eszközöket, vagy váltani a kimenetekben, menetek között, ha van több, hát az egy egyszerű megoldás. Szuper! Nagyon jól beállítható minden. A következő, amihez nem kell iszonyat nagy tudás kell hozzá, de nem kell hangmérnöki tudás, az, hogyha felteszed a Pulse Effect csomagot, csak így, egy az egybe, a legtöbb tárolóba szerintem bent van, felteszed, és egy kicsit játszadozol vele. Azaz egy kicsit tudunk javítani pénz nélkül, azon, hogy jó minőségű anyagot adjunk ki, és kevesebb utómunkát kell tenni, hiszen ha a zajt, az alapzajt leveszed nullára, láthattátok, és most is megnézhetitek, jobb lesz a munkánk, és aki hallgatja, örömmel hallgatja. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok, és jó variálást kívánok mindenkinek. Sziasztok!